Sziasztok, kedves józan parasztok és kedves nem józan parasztok. Drámai a hangulatom, mert egy picit mélyen szántó dolgokról szeretnék veletek beszélgetni. Arra a döntésre jutottam, de nem most, már régen, hogy bárhogy is alakul az életünk együtt közösen, oltott, oltatlan, pandémia hívő, vírus tagadó, egy csónak bevezünk, gyerekek, és én már ezt régen eldöntöttem, már akkor eldöntöttem, amikor a barátom azt mondta nekem, hogy ha nem veszem fel az oltást, akkor ha beteg leszek, akkor magzatpózban várjam ki a végemet, ne terheljem az egészségügyet, ha már olyan hülye voltam, hogy nem vettem fel az oltást. És most azt látom bekövetkezni, azt a katasztrófát, amit kb. Lehetett tudni, hiszen egy kísérleti gyógyszert vettek föl több milliárdan. De bennem megszületett a döntés, hogy én bele fogok halni veled az oltásodba. Inkább, mint hogy diszkrimináljalak. Inkább, mint hogy jogfosszalak. Inkább, mint hogy bezárjalak. Mert ugye mi a helyzet? Lehet tudni most már, kicsit állítok a telefonon, lehet tudni, hogy szórjátok a tüskefehérjét, ami azt jelenti, hogy akik minél több oltást felvettetek, annál veszélyesebbek vagytok ránk nézve is. Ez most már nem fikció, most mondhatsz bármit, teljesen mindegy, ez az igazság. Nagyon komoly virológusok, nagyon komoly orvosok elmagyarázták ezt, hogy hogy működik pontosan. Nem is akarok belemenni a részleteibe, mert hogyha érdekel, akkor utána nézel. És ez ellen mi nem tudunk védekezni. Tehát ez ellen az egyetlen egy védekezés az lenne tulajdonképpen, amit annó velünk csináltak, tehát kizárni titeket a közéletből. De hát ez számomra elfogadhatatlan. És szerintem a legtöbb oltatlan ember számára is elfogadhatatlan. És védekezni nem tudunk. Neked ugye ott volt a vakcina, a halálodat megváltó, a haláltól megmentő, betegségtől megmentő csodaszered, amiben kapaszkodhattál, amit ha beadattál magadnak, akkor senkitől és semmitől nem kellett félned, mert lepattant rólad a vírus, mint nyíl a páncélról. De nekünk nincs ilyenünk. Tehát egy csónak bevezünk. Tehát a ti oltásotok, amit mi is fizettünk, az tulajdonképpen átjön ránk is. És nekünk is vállalnunk kell a kockázatot és a felelősséget a ti döntésetek miatt a békés együttélés oltárán. Még akkor is, hogy ez azt jelenti, hogy mi is megbetegszünk emiatt, akár súlyosan, akár bele is halunk. Mert a másik opciónk az az, hogy miután a napnál is világosabbá fog válni, hogy az oltások rosszak, a tüskefehérjét szórjátok. A tüskefehérje ugyanaz hatással van az oltatlan emberekre, mint a vakcina az oltott emberekre. Lehet, hogy a hatásmechanizmus még nem teljesen pontos, hogy kisebb, erősebb, több, nagyobb, milyen dózis, hogy mennyi a kiürülés, van-e kiürülés, van-e rá gyógymód. A tény az tény marad, hogy a tüskefehérje szóródik. Azt tudom, azt se hitted el, hogy a tüskefehérje elvándoroz a válladból, de most már tudod, hogy mindenhol kimutatják, az agyadtól kezdve, a méheden át, a heréiden keresztül, mindenhol kimutatják. Azt se hitted el, nyilván most ezt se hiszed el, de tök mindegy az én szempontomból, aki úgy döntött, hogy bele fog halni a te oltásodba, inkább, mint hogy diszkrimináljon és kizárjon, az én szempontomból mindegy, hogy te elhiszed-e vagy sem. Ugye annó minket kizártatok. Annó nem azt mondtátok, hogy jó, akkor én megteszem a magam életében az összes óvintézkedést, amit tudok, hogy részt vehessek a közéletbe. Tehát beoltom magam, fölveszem a maszkom, fölveszem az FFP2-met, fölveszem a
vegyvédelmi ruhámat, és úgy megyek el színházba, úgy megyek el vásárolni, és nem fogom senkinek megmondani, hogy te nem jöhetsz, nem léphetsz ki a közéletbe, mert én a közéletbe úgy akarok kilépni, ahogy nekem kényelmes, ezért korlátozlak téged a jogaidban. Szóval én ilyet nem mondok. Én azt mondom, hogy akkor én megpróbálok védekezni, nem nagyon tudok, csak spirituálisan. Vagy csak azt tudom mondani, hogy nincs más választásom. Megyek ebbe a csónakba, tudok evezni, mert az nekem nem választás, hogy téged kilökjelek belőle. De abban én belehalnék, az nekem nem megy, hogy egy embertársamat, aki különben sorstársam vagy, csuklóztatva vagyunk, együtt vagyunk, szopatva. Te így, én úgy, teljesen mindegy. Ki mit hisz? Együtt vagyunk ebbe a csónakban. Szóval nagyon-nagyon félre kellene már tenni ezt, el kéne ásni a csatabárdot, és amiért én nem tudom teljesen elásni a csatabárdot, az az, hogy a nihil, ostoba, homokba dugott fejetek hozzáállásával tovább sodortok minket ezen a veszélyes úton, tovább visztek bele minket abba a helyzetbe, ahol egyre kevesebb választásunk van. Mert hiába döntöttünk mi úgy, hogy nem kérünk a kísérleti vakcinából. Hiába. Nem tudjuk magunkat tőle megvédeni. Főként miattatok. Főként azért, mert még mindig nem értitek, hogy mi a tét. És emiatt persze nagyon nehéz elásni a csatabát. De ugye a civilizációs énem bekapcsol. És én nem foglak téged kilökni a csónakból, még akkor sem, hogyha te könnyedén kilöktél engem a csónakból. És nem azért, mert téged annyira féltelek, félre ne érts, hanem mert a saját lelkemet féltem. Mert tudom, hogy akkor a pokolba fogok égni, ha téged kilöklek a csónakból. Csak azért, mert én féltem a saját életemet. Tehát nem csinálunk. Jóban, rosszban, tudod, mint haláli. Ezt mondja a házasság. De ezt mondja egy nemzeti összetartozás is. Ezt mondja egy közösségi összetartozás is. Tehát, hogyha csak jobban számíthatunk egymásra, akkor az egészet megette a fene. Rosszban is kell, hogy tudjunk számítani egymásra. És most erről van szó. Hogy ez mennyire lesz még rosszabb, az tulajdonképpen rajtatok múlik. Rajtunk már nem. Rajtunk már tényleg nem. Magamból kiindulva beszélek, nagyon sok oltatlan ember nevében, mert nagyon sokan beszélgetünk erről. És tudjátok, a legtöbbet arról beszélünk, hogy hogyan lehetne elérni hozzátok. Hogyan lehetne áttörni azt a falat, amit az egótok épített magatok köré. És hogyan lehetne minél előbb, minél hatékonyabban felvenni a kesztyűt ezzel az egész rendszerrel szemben. Mindannyiunk közös érdekében, mindannyiunk közös prosperálásának érdekében, főként a gyermekeink érdekében. Szóval mi erről beszélgetünk. Akikkel én beszélgetek, akikkel én közösséget alkotok, azokkal az emberekkel erről beszélgetünk. És próbáljuk megfejteni azokat a pszichés mechanizmusokat, amik mentén ti ilyen mértékű veszélynek tettétek ki magatokat, amikor lehetett látni a veszélyt. Tehát lehetett tudni, hogy 3 hónap alatt nem lehet védőoltást fejleszteni. Ezt lehetett tudni. Tehát aki ezt nem tudta, az nem akarta tudni. Szóval, ja, most úgy néz ki, hogy szórjátok a tüskefehérjét. Úgy néz ki, hogy nekünk nincs védelmünk ellene, nélkünk nincs varázsvakcinánk a szort tüskefehérjék ellen. Úgy néz ki, hogy ti többen vagytok. Úgy néz ki, hogy uraljátok a köztereket, a közlekedést. Úgyhogy mi így jártunk. De mondom még egyszer. Én halok veletek. Nem foglak diszkriminálni titeket. Köszönöm, hogy meghallgattatok. És csak azt kérem tőletek, hogy ti se diszkrimináljátok minket, és a jövőben sem. Tehát tanuljuk meg ezt a leckét közösen. Rendben van. Köszönöm.